és akkor oda kell hajolni az orrához és a száját, fordítva, fordítva úgy, hogy közben 10-ig elszámolsz, és ugye figyeled a mellkasnak a mozgását. A fiatalok éppen azt tanulják, hogyan kell megkezdeni az újraélesztést. 2013 óta minden év október 16-a az Európai Újraélesztés napja. Ennek célja, hogy népszerűsítsék a laikus életmentést és felhívják a figyelmet arra, hogy cselekvéssel életet lehet menteni, ehhez pedig egyetlen egy dologra van szükség, lélek jelenlétre. A hirtelen szívhalál az a világon, és így hazánkban is egy vezető haláloknak számít. Nagyon sok ember kerül ilyen körülmények között a keringés megállás állapotába, és ez dominálóan otthon, közterületen, munkahelyen következik be, tehát mindig van a beteg körül egy olyan ember, aki észlelhetné ezt az állapotváltozást, ezt a kritikus állapotot. Riasztva a sürgősségi ellátó rendszert és elkezdve az alapszintű újraélesztést a mellkas nyomásával, egy művi keringés biztosításával, gyakorlatilag meg többszörözhetné a sikeres újraéleszthetőségnek a lehetőségét és arányát. Szívmegállás esetén minden újraélesztés nélkül töltött perc közel 10%-kal csökkenti a túlélési esélyt. Ahhoz, hogy valaki hatékonyan segítsen baj esetén, 3 lépésre van szükség. Tudja észlelni a bajt, tudjon segítséget hívni, valamint tudjon és merjen elkezdeni egy alapszintű újraélesztést. Erre szolgálnak többek között a hősképző programok. Ezekkel a programokkal azt tudjuk előidézni, hogy ha bekövetkezett egy ilyen esemény, tehát valahol valaki hirtelen keringés megállást szenvedett el, akkor minél nagyobb számban, arányban legyenek olyan képzett elsősegélynyújtók, akik ezt észlelik, elkezdik a segítségét, ezáltal a túlélhetőségét ennek az epizódnak tudjuk ezzel javítani. Tehát nem a bekövetkezési valószínűséget tudjuk csökkenteni, hanem a sikeres túlélhetőséget tudjuk gyakorlatilag jelentősen emelni. Az Európai Unió statisztikája szerint, ha ez a közösségi elsősegélynyújtási projekt, program olyan mértéket érne el, amit célszerű lenne elérni, akár 60%-át ezeknek az epizódoknak sikeresen túlélhetnék a betegek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag meg háromszorozhatnánk a sikeres túléléseknek az arányát. Hazánkban körülbelül 25 percenként hal meg valaki hirtelen szívhalál következtében. Ez évente 20-25 ezer embert jelent.